Fizetési haladékot kérne ez a vásárosnaményi asszony, vagy esetleg részletfizetést a közüzemi díjbefizetéshez. A legtöbb segítségkérés vagy kérdés díjtartozással kapcsolatban érkezik ebbe a családsegítő központba, ahol két fő családgondozó dolgozik. A családsegítő szolgálathoz leginkább anyagi nehézségek miatt fordulnak az ügyfeleink, vagy információ nyújtással kapcsolatban, illetve gyakori, hogy ügyintézéssel kapcsolatban kérnek tőlünk segítséget, de sok esetben a problémák az egyes családoknál vagy egyéneknek az életében halmozottan jelentkeznek. Az integrált intézmény szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást is biztosít. Az önkormányzat 1997-ben alapította, és azóta is működteti. A vásárosnaményi járáshoz összesen 36.500 lakos tartozik. A szociális ellátórendszert, a különböző szolgáltatásokat ehhez a lakosságszámhoz alakítják. Mint ismert, a hatékonyabb szakmai munka érdekében és a szociális ellátórendszerekben korábban tapasztalt párhuzamosságok megszüntetéséért jövő januártól a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat összevonják. Járásszékhely település vagyunk, nekünk családsegítő és gyermekjóléti központot kell létrehozni, aminek az alapfeladaton kívül a járás minden lakosára kiterjedő hatásköre is vannak. Tehát ezt mindenképpen mi szeretnénk el az önkormányzat, Vásárosnemény város önkormányzata, hogy ellássuk. A nyáron elfogadott törvénymódosítás szerint egyházi vagy civil szervezet nem láthatja el a gyermekjóléti és családsegítő munkát, de a kötelező önkormányzati feladat társulási formában is megszervezhető. Vásárosnaményban a Berektőt társulás erre alkalmas. Az összevont feladatfinanszírozással elégedettek az önkormányzatok. Ők a biztos kezdett gyerekház növendékei, a települések a helyi igényekhez igazodva többfajta szociális munkát is vállalhatnak, sőt pályázhatnak is a jövőben.